A doroszlói Szentkúton megrendezett apró táborban 40 gyerek vesz részt Vajdaság minden szegletéből. Azt tetszik nekem a legjobban a táborban, sok a foglalkozás, szép a környezet, íjászkodni tanultam meg, és rovásírással írni. Egyébként tetszik, hogy menjünk majd lovagolni az íjászat, nagyon tetszenek a barátok, tetszik a hely, és nagyon szép a környezet. A gyerekek a foglalkozásokon játszva ismerkedhetnek meg kiveszőfélben lévő ősi értékeinkkel. Három fő foglalkozásunk van. Az íjászat, ami már megtörtént, az tegnap volt. Ma itt lesz a harci művészet, ó, régi magyar harci művészet, méghozzá Zentáru, a Langinis Egyesület foglalkozik a gyerekekkel. Holnap pedig lenne a lovaglás, négy ló, plusz egy laptika. Egész napos program. Úgyhogy a gyerekek lovagolni tanulnak és hajtanak a laptikát egy kis póniba. Akinek helyén van a szíve és helyén van az esze is, és úgy érzi, hogy a világba szeretné kicsikét a régi értékeket visszahozni, akkor nagyon könnyű dolga van, és tessék csak jönni, mindig is várjuk az apródokat. Főtisztelendő Verebélyi Árpád kegyhelyi igazgató szerint a Szentkútnak évszázadok óta az a hivatása, hogy testben és lélekben megerősítse az embereket. A mai kornak a kihívása az, hogy nemzetünkben, öntudatunkban, kultúránkban, hagyományainkban erősödjünk, és úgy gondolom, hogy ahogyan a Jóisten az emberben a testet és a lelket akarja táplálni, segíteni és fejleszteni, úgy az egyháznak, a Szentkútnak és a lélek fejlődése mellett oda kell figyelni a testnek, a történelemnek, a szellemnek a művelésére is. A hatnapos táborban a kisapródok elsajátíthatják a legszebb lovagi erényeket, vagyis bátorságot, hűséget, nagylelkűséget és kitartást tanulnak.